A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ha nézitek a nagy csatornát, akkor tudjátok, hogy a mi utóbbi napjainkat az árvíz határozta meg teljesen. Pont egy SSGT-n vettünk részt múlt hét péntek 13-án Kakusringen, amitől jött az üzenet, hogy valamikor a jövő héten, és most már ezen a héten lezárják a szigetet, és ezzel a telephelyünket is. Úgyhogy hazarepesztettünk a versenypályáról, délután egy magasságában, és délután 4-kor már itt volt az a mérhetetlen mennyiségű vasanyag, amire felraktuk például a konténereket. Na most erről az eszelős 4 napról megnézhettek már 2 nagyon szórakoztató videót a nagy csatornán. Tök jó felvételek vannak benne, Áron elképesztő jó timelapse-eket csinált, szórakoztató minőségi jó anyagok. Ez most annak egy kvázi olyan kis összefoglalója, meg egy kis árvízeszés. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is. A telepfalaink körben mindenhol van egy csík. Alig látható, de aki tudja, mit kell nézni, az mindig látja. Ez azt mutatja, hogy a 2013-as nagy árvíznél pontosan hol volt a Duna vízszintje. Ekkor a Duna elérte a 892 cm-t, az előrejelzések szerint most 850 cm-s vízállásra számíthatunk legrosszabb esetben itt Budapest környékén, tehát a telep legalább derékig víz alatt lesz, de lehet, hogy még jobban is. És ahogy az ember nézi a híradót, olvassa a híreket, mindig csak mondják, hogy ilyen fokú készültség, olyan fokú készültség, ennyit centi a Duna, ennél a városnál ennyit mértek, annyit mértek, de azért nem árt egy kicsit rendet tenni, és a Telex egy baromi jó cikkben tisztázta is, hogy miről van szó. Ugye Magyarországon az első vízmércéket még a 18. században állították fel, Budán pedig 1823 óta írják az aktuális vízállást. A 19. század közepére már 57 vízmérce dolgozott az országban, ezek szolgáltatták az adatokat, és Magyarországon 114 védelmi szakasz van, mindegyikhez tartozik egy vagy több ilyen mértékadó vízmérce, hogyha ezeken megmérik a vízállást, az alapján lehet elrendelni az árvízvédelmi készültséget. Viszont a vízmércéknek a nullpontja az nem ugyanaz. Én például egész gyerekkoromban azt hittem, hogy a Dunának meghatározták az átlagos medermélységét, ezt rávetítik az adott szakaszra, és ehhez igazítják a mérést. Pedig nem. A Dunán például az 1834. évi kis vízszint magasságához adták meg ezt a nullpontot, és ugyan azóta rengeteget változott a meder, de akkor előfeszítés lenne újra kalibrálni, meg újra kitalálni, hogy egyszerűen nem csinálják meg. Így lehet, hogy amíg a 2013-as nagy árvíznél Budapesten 891 centi volt a legmagasabb vízállás, addig Nagymaroson csak 751. Van nullpont alatti állás is, hiszen az érték nem azt mutatja meg, hogy hány centire van a víz a medertől, hanem hogy hogyan viszonyul a nullponthoz. Budapest mértékadó vízmércéjét például a Balti-tenger Kronstadti közepes vízszintjéhez viszonyítják, a tengerszint feletti magasság értékével szokták rögzíteni, ami a Vigadó-téri mércénél 94,97 méter. A vízmércéknél a legnagyobb vízszint mellett a legkisebb vízszintet is feltüntetik, a vízállás pedig nem csak centiméterben, hanem a két érték közötti különbség százalékában is meg szokták adni. Ez egy gyors összefoglaló volt, inkább olvassátok el a Telex cikkét, ott tényleg alaposan leírják és meg fogjátok érteni. 3 komoly feladatunk volt, amikor megtudtuk, mi vár ránk. Az egyik az iroda, aztán az autók elszállítása, végül pedig a pakolás maga. Ugye az iroda konténereket, azokat 2 éve raktuk le, és ezek direkt azért konténerek, mert hogy ártérben vagyunk, úgyhogy ez alá kellett építeni egy acélszerkezetet, hogy minimum 2 méter magasra kerüljön. Ez az acélszerkezet tulajdonképpen, hát szombat hajnalban álltak neki a srácok, és hétfőn este már fenn voltak rajta a konténerek. Ebben hatalmas segítségünkre volt az a Jacko daru, amivel telepítettük is korábban, viszont volt egy olyan probléma, amire nem számítottunk, pontosabban nem gondoltunk rá igazából, hogy amikor leraktuk ezeket a konténereket, még jóval könnyebbek voltak, hiszen nem volt bennük beépített bútor, tisztító elemek, mit tudom én, akkor simán lerakta ez a daru. Viszont most már szétszedni nem nagyon tudta, így egy kicsit csalnunk kellett. És az összerakás, vagyis hogy felkerüljenek 2 méter magasra, hát ahhoz hívni kellett egy autódarut. Mivel a konténereket szét kellett szerelni, ezért a szigeteléseket is meg kellett bontani, ezeket most Roland és Magyko rakja éppen vissza, mert nem tudhatjuk, hogy még mennyi esőzés lesz az elkövetkező napokban, nyilván nem szeretnénk, hogyha beázna, meg kelleni fog egy lépcsőt, mert most létrában járunk be az irodába, ami ugye nem egy fenntartható állapot, foglalkozni kell még nyilván a légkondival, azzal hűtünk, azzal fűtünk, valamint a vízes blokkal.
És akkor most jöhetnek a védelmi fokozatok, de az imént elcsíptem egy beszélgetést itt a hátam mögötti uszályokon. A rajtuk dolgozó szakemberek azt mondták, hogy reggel óta 1 métert emelkedett a vízszint. Hogyha megnézitek az előrejelzéseket, akkor látszik, hogy ez egy rendkívül gyorsan érkező árhullám. De hogy hogyan hozzák össze a készültségi szintet? Hogyha elsőfokú készültségről beszélünk, akkor a védelem vezetőjének be kell járnia a saját területét és ellenőrizni a védműveket, valamint 12 órás nappali őrszolgálatot kell az adott területen bevezetni, és legalább le kell olvasni 2-szer a vízállás minden nap. Másodfokú készültségnél 24 órás az őrszolgálat, és napi 3 leolvasás történik, a vízügyi igazgató pedig mozgósíthatja a védelmi osztagot, a vízügyi igazgatóság védelmi osztagát. Harmadfokú készültségnél már a vészőröket kell állítani a védmű kritikus területeire, pontjaira, a vízállásokat 2 óránként jelenteni kell, és előkerülnek a megfigyelést vagy beavatkozást igénylő helyek megjelölésére szolgáló piros és sárga zászlók is. Emellett a védelmi osztagot kötelezően készültségbe kell helyezni, és építik a mobilgátokat, meg rakják a homokzsákokat, és megtesznek mindent azért, hogy minimalizálják a víz által okozott károkat. Én most itt vagyok lent a Vasszernél, valamint a Szitakötőnél, ezek ugye ismert ilyen budapesti Dunaparti szórakozó helyek itt a Vasúti híd mellett, és hát itt nem nagyon fognak az emberek hétvégén pizzázni, az jól látszik, hogy már bezsákolták a kritikus dolgokat, például ilyen vízszivattyúkat, pumpákat és hasonlókat a vízes blokkoknál, valamint az is jól látszik, hogy ott, ahol a nyaranta pizzázni, megsörözni szoktunk délutánonként, ott már legalább 20-30 centi víz áll. És van még egy rendkívüli védelmi fokozat is, ezt akkor vezetik be, hogyha az adott védmű sérülésére lehet szállítani, tehát hogy például átszakad a gát a nagy víznyomás alatt. Ki kellett pakolni a raktárat is, itt az évek alatt összegyűlt pótalkatrészek, sok felesleges holmi, már a feleslegesé vált holmi, tartalékmotorok, mi egyéb át, meg hát nyilván rengeteg kerék, ezeknek egy részét felhordtuk, egy másik részén meg úgy döntöttünk, hogy nem árt neki a víz. Ebben is úgy tök nagy segítségre volt a daru, mert raklapokra fölhalmoztuk a dolgokat, ezeket betekertük ilyen fóliával, hogy ne boruljon szét, aztán pedig a darúval felemeltük, nem tudom hány kört mentünk, a rengeteget vittünk, bútorokat, asztalokat, mi egyebet is kipakoltuk, a műhelyeket is, az újat is, régit is, a szerszámos kocsikat, a minden egyebet. Egy-egy ilyen raklap az nagyjából 2 és 400 kilók között volt, amit felemeltünk a felső szintre, és tényleg nem tudnám felidézni, hányat vittünk fel 2 nap alatt, ezt Magykóval csináltuk. De nem kellett altatni esténként, és a daru nélkül irgalmatlanul meg lettünk volna lőve. De honnan ez a rengeteg víz? Hiszen az utóbbi 50-60 napban tulajdonképpen megszakítás nélkül volt 60 fok, a poklok-poklát éltük meg, csak aztán megérkezett a Borisz nevű ciklon, ami eszelős mennyiségű vizet hozott. Például Magyarországon, Sopron és Mosonmagyaróvár környékén 100 mm esett le 5 nap alatt, egyes osztrák és cseh régiókban 5 nap alatt 200 mm hullott. Sopronban 10 nap alatt összejött 150 mm, ez a szeptemberben szokásos mennyiség 2,5-szerese. Ez a vízmennyiség akar majd a következő napokban átjutni Magyarországon, és emiatt van ilyen magasnak dugva, mint ahogy látjátok a hátam mögött. De hogy is mérik meg a csapadékot? 1 mm csapadék 1 négyzetméteren szétterítve megfelel ugye 1 liternek, ezt még talán fizika órán is magyaráztak. A hivatalos mérés viszont egy Helman rendszerű mérővel végzik, ami 3 részből áll. Van egy felfogóegység, egy tárolóedény és egy mérőhenger. Nagyon sokat segített, hogy a darunak van egy segédgémje, egy jibje, ami így billenthető, mert ezzel nem csak fölemelni tudtuk a raklapokat, meg a rengeteg más egyéb eszközt, hanem ilyen 6-8 méterre be tudtuk lógatni a felső szintre, és ezzel megspóroltuk azt, hogy békával tologatni kelljen ezen az amúgy rendkívül egyenetlen beton és fa padlón. Nyilván azt tudjuk, hogy honnan van ez a rengeteg víz, viszont azt, hogy miért alakul ki árvíz, azt rengeteg emberi és környezeti tényező is befolyásolja. Például az erdőirtások. Ha kivágják egy adott területen a fákat, akkor a terület vízmegtartó képessége romlik, képzeljük úgy el az erdőt, mint mondjuk egy hatalmas szivacsot. Aztán az elhibázott mezőgazdasági csatornázás is ludas lehet, ahogy a folyómedre kiegyenesítése is. Ha megszűnnek a folyó kanyarulatai, csökken a folyómeder ösztérfogata az adott szakaszon, és kevésbé tud felszívódni a víz, hiszen kisebb a meder felülete az adott szakaszon.
Itt érdemes amúgy megemlíteni azt is, hogy milyen állapotban vannak például a duzzasztógárdak, valamint a csatornák és a vízelvezetők tisztasága is kardinális, hogy mennyire tud az adott területen elfolyni a felesleges víz. Ugyanígy problémákat okoz még a betonozás és az aszfaltozás, hiszen hogyha a betonra lehullik az esőcsepp, akkor bizony nem tud beszívódni a talajba, hanem folyik valahova és összegyűlik, ami ismét csak ahhoz vezet, hogy az adott területen drámaian meg tud nőni a vízszint. És hát itt meg kell említeni a városiasodást. Ugye arról már több videónkban szó volt, hogy a modern társadalmakban egyre több ember él a városokban, emiatt egyre inkább betelepül az agglomeráció, és sokan kénytelenek ártérbe költözni, vagy hát olyan területekre, amelyek extrém esőzések során víz alá kerülnek. Ami hát nyilván ahhoz vezet, hogy sokkal jobban érezzük a hatásait. Tehát vannak emberi tényezők és környezetiek, de itt meg kell említeni még amúgy az éghajlatváltozást is, ami létezik minden híreszteléssel ellentétben. Gondoljatok csak például arra, hogy másfél hete még kánikula volt, most meg Ausztriában leesett 50 centi hó és -2 fok van. Az egyik legnagyobb logisztikai feladat az az volt, hogy az autók valahova elkerüljenek a telepen, ugye ilyen 25-30 autó volt. Ezek egy része értékes, mert hogy értékes, más részük pedig azért értékes, mert hogy tartalomgyártási szempontból még haszna van, tehát például egy gonosz Swift, és hát ennek Dani Roland Oliver nekiállt utána vasárnap reggel 7-kor, és este 8-ig csinálták két trélerrel, bizonyos autókat pérendszámmal, és nagyon köszönjük a Toyota Schillernek, hogy a telephelyükre lepakolhattunk, ez egy hatalmas könnyebbség, hogy egy helyen vannak az autók, és nem pedig barátok garázsaiban meg udvaraiban állnak erre, arra a városban, könnyű összeszedni majd őket a végén. Valamint itt voltak a bontott és bontandó autók is, amelyekben az a baj, hogy sokban még benne van a motorváltó differenciálmű. Na most nyilván, hogyha ezek víz alá kerülnek, akkor ezek a szellőzőkön, szuszogókon kifolynak, és nem szeretnénk, hogyha ezzel itt szennyeznénk a telepet. Úgyhogy ezeket a sziget egy másik pontjára átvontattuk, akár rollerrel is, ahova nem fog feljönni a víz, tehát ez a szigetnek a legmagasabb pontja, egy ilyen murvás parkoló. Azért ez is eltartott egy jó 6-7 órán keresztül. Volt olyan autó, aminek nem volt kereke, nem volt padlólemeze, meg nem volt kormányműve, ezekkel mind foglalkozni kellett, mielőtt át tudtuk őket lépésben 2-3 km per órával vontatni erre a helyre. Ezt Áronnal csináltuk, Magykóval, elképesztő meló volt ez is, hogy ezek az autók, amik sok már mondjuk tényleg a 2013-as árvíz óta nem mozdult, azok újra járó képesek legyenek, legalább erre a pár méterre. Most amúgy látjátok, hogy Palkó fölpakolt egy 210-es Merci kasznit, egy ilyen emelvényre, hogy ott remélhetőleg nem éri el a víz. És amúgy még nincs vége, tehát most kedd délután van, ez a videó szerdán este jelenik meg, csütörtök reggel zárják le a szigetet, ezt ma tudtuk meg így kedd délután, tehát a srácok még be fognak jönni, foglalkoznak majd a konténerek szigetelésével, meg az utolsó utáni simításokkal. Az minden esetre egy tök jó érzés, hogy meg tudtuk csinálni. És hogy ez nem egy olyan kihívás volt, amit magunknak állítottunk, mert persze voltak már itt mindenféle meredek autóépítések, meg nagyléptékű projektek, de azokat a saját kertelésünkre csináltuk, mert meg akartuk csinálni, mert jó tartalom lesz belőle. Ez viszont most egy olyan projekt volt, ez a pakolás, meg a konténerek felépítése, meg minden egyéb, amit azért csináltunk, mert nem volt más választásunk. És hogy ezt is meg tudtuk oldani. Tényleg nézzétek meg a nagy csatornás videókat, azok sokkal szebbek, sokkal hosszabbak, sokkal szórakoztatóbbak, ez csak egy kis összefoglaló. Aztán majd nyilván lesz egy lecsengető anyag is arról, hogy mi történt. Úgyhogy iratkozzatok fel ide is, nagy csatornára is, mindenhol kommenteljetek, lájkoljatok, nyomjatok értesítés csengőt. Gyertek át a Check Engine Patreonra, mert ott nézhetitek hamarabb a gonosz Swift részeket, és most ugyan van egy kis megdöccenés a tartalomgyártásban, így a Viszmajor miatt, de hamarosan folytatjuk nyélen.